Nos, srácok, a fifacoin.com-on most további 10% kedvezménnyel tudtok FIFA Coin-t vásárolni, illetve ha használjátok továbbra is a kömarci kuponkódot, akkor további 5% kedvezményt kaptok. Link a leírásban, ha bármi kérdésed van, bátran írj, és amiben tudok, segítek. Na hello, hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit, én Marci vagyok, és a mai napon egy draftos kívást hoztam nektek, méghozzá a legöregebb draftos kívást, ami azt jelenti, hogy az öt választási lehetőség közül mindig a legidősebb játékost kell kiválasztani. Egyébként srácok lehet, hogy ezt a kihívást mondjuk régebben nem szerettem volna annyira, viszont gondoljatok bele, ha sok icon kapunk, akkor mindenképpen tele lesz a csapat iconnal, hiszen ők már eléggé idősek, illetve Messi is, Ronaldo is, vagy akár Ramos is már azért nem a fiatal kategóriába tartozik, úgyhogy szerintem egy elég szép kis csapatot fogunk tudni majd összerakni. De mielőtt belevágnánk a videóba, ne felejtsétek el, hogy holnap este 6 órától, azaz csütörtökön este 6 órától csapatjuk az élő adást lesz, SBC pack opening, csapatépítés, új csapatkipróbálása, Division Rivals, minden, amit csak el tudtak képzelni, úgyhogy srácok, mindenkit várok 6 órától a holnapi élő adáson. Ha itt lesztek, akkor mindenképpen jelezítek a komment szekcióba, illetve dobjatok egy lájkot, like és mielőtt még belevágnánk a mai draftos kihívásba, jöhetnek a komment szekcióba a draftos ötletek, és akkor majd szemezgetek közülük, és valamelyiket majd meg fogom csinálni legközelebb is. Most pedig nem is húzom a szót, vágyunk is bele a mai draftos challenge-be. No és akkor srácok itt is lennénk a játékba, egyébként sajnos vége van a Food és jelenleg nem is várható semmilyen Event mostanában, a következő talán két hét múlva lesz a Team of the Season. Elvileg most hétvégén fog majd kezdődni talán a szavazás az első Team of the Seasonre, és akkor utána pedig majd kezdődnek és lehet őket nyitogatni. Viszont a mai videónak nem ez a lényege, hanem a draftozás, és hát igazából itt a felállásnál nincsen legöregebb felállás, úgyhogy a 4-3-3-at fogom kiválasztani, és megnézzük, hogy ki lesz az a csatár, aki a legöregebb draftban lesz. Ö, a csapatkapitány, bocsánat, nem csatár. Benzema eddig a legöregebb játékosunk, viszont ha minden igaz, akkor Christian Ronaldo lapját fogjuk kiválasztani. Ugye 85-ben született, benzva pedig 87-ben, úgyhogy egyértelmű, hogy Ronaldo lesz a csatárunk, úgyhogy a csatárt eltaláltam, hogy csatár lesz a csapatkapitányunk. Most pedig nézzünk egy RV posztot, hogy ott ki fog játszani. Nem tudom pontosan, hogy az utolsó játékos mikor született, de én mondjuk szalára tudnék tippelni viszont Di Marika, majdnem a legidősebb, ez a Fuenzalida 85-ös születésű, akár csak Ronaldo, úgyhogy ő lesz az RV poszton, és most pedig nézzünk egy elvét, hát ez egyértelmű, hogy Barnes lesz, hiszen 63-as születésű a Barnes, úgyhogy ö, srácok hamarosan 60 éves lesz a Barnes, úgyhogy Prime Icon Moments lapunk mindenképpen lesz a csapatban, hát megint egyértelmű Steven Gerrard, 80-as, 5 évvel idősebb, mint a Christian Ronaldo, és hát a Gerrard lapját mindenképpen kiszeretném próbálni, úgyhogy ki is választottam. Középen Gerrard mellett szerintem egyébként Kroos vagy a Hernán Herrera lesz, de hát úgy néz ki, hogy sajnos nem, hanem a 86-os Lukasz Leiva, Egyébként, srácok, azért ilyen lassú a játék, mivel eléggé rosszak mostanában a szerverek, ez is ilyen kivételes alkalom, hogy éppen be tudtam lépni, és tudok játszani, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy találunk-e mondjuk ellenfelet. A harmadik középpajásunk Szesz Fábregász lesz, ugye ő régen nem is volt olyan rossz, barszás volt, meg ugye arzenálos, azok voltak a jobb időszakai, de most sajnos, hát 81-es lap. Akunya 91-es, Holt 90-es, Bernát 93-as, Grimaldo 95-ös, és akkor sajnos ezt a banguero kell, hogy kiválasszuk, azért az Akunya talán jobb lett volna, de hát egy 85-ös bal hátvéd nem is olyan rossz, és nézzétek meg, balansz az mondjuk 60-as, a többi statisztikája annyira nem is vészes a csávónak. Nézzük az első belső védőnket, és szerintem Ramos lesz, vagy Enkru lesz a választásunk. Defree 92, Enkulu 90, és Ramos pedig 86-os, egy évvel fiatalabb, mint Cristiano Ronaldo, úgyhogy Ramos lett az első belső védőnk, itt egy barézit mondjuk jó lenne kapni, hát barézi nincsen, viszont tudja, hogy nem a kabákot kapjuk, hiszen kabák talán egy évvel idősebb, mint én. Hummels lesz szerintem a választásunk, és igen, mivel ő 88-as, ő a legidősebb, az öt játékos közül. Most nézzünk egy jobb hátvédet, hát itt nem tudok tippelni, viszont ha kéne, akkor az utolsót mondanám, chandler 88, 92, 94, 96, hát nem találtam el, mivel ez a Buffarini a legidősebb játékos. Hát a védelemben eddig nincs összhang, azt kell, hogy mondjam, de majd remélem valamit össze kaparni. 89-esünk volt kettő is, viszont Fabianski 85-ös, úgyhogy még mindig nincsen ott összhang a védelembe, viszont alakulgat a csapat. Igaz, hogy hát van egy-kettő poszt, ami elég érdekes, mondjuk itt a két középpályás, az RB, LB, RV, de hát meglátjuk a végére, mit sikerül ebből kihozni. És innen pedig a Mares kell kiválasztanunk, hát ő talán nem is olyan rossz, Egyelőre be is teszem talán ide viszont Igazából tök, mindegy, hogy ki játszik ott az RV-poszton, senkinek nem lesz összhangja, és ennek a csávónak azért eléggé jók a ki, úgyhogy már ez egyelőre ül a padon, aztán majd meglátjuk, hogy a későbbiekben be tudjuk-e hozni a csapatba. Na hát innen teljesen mindegy, hogy kit választunk, viszont van itt egy 79-es játékos, hát srácok, a Pali rendesen 41 éves, aztán még véd. Igaz, hogy Japánba, meg hát ö, ott igazából mindenki játszik még a száz évesek is körülbelül, de, de ott lesz a csapatba. És Eusebio lesz a következő választásunk, akit szerintem ide föl is csapok középpályára, és lehet, hogy nem hármas kemisztrivel kéne majd játszatni, úgyhogy meglátjuk, hogy Eusebio hol fog majd egyébként játszani. Az a baj, hogy sehol nem lesz jobb sajnos a kemisztrije, csatárposzton lenne az igazi, de hát ott a Ronaldo van, és lehet majd Eusebio csak úgy fogjuk becserélni középre, ezt még meglátjuk itt a végefele. Owen lesz szerintem a következő választásunk, hiszen 79-es akár csak ez a japán kapus, és owen szerintem be is teszem a csatárposztunkra, és egyelőre marad így a csapatunk eddig négy darab Prime Icon Moments lap van, a legidősebb draftos kívásban, ami azért szerintem eléggé jó. Hát innen én azt mondom, hogy a Suarez lesz az, akit kiválasztunk, a többiek elég fiatalok, és pontosan suarez ki is választottam. Most már csak a védelmen kéne valami kis javítás, úgyhogy nem bánnám, hogyha ott tudnánk javítani. Eddig a Mario Fernández sajnos a legidősebb, hát a lehető legrosszabb választást kaptuk, mindegyik jobb lett volna Mario Fernandeznél, de hát sajnos őt kellett kiválasztani, innen pedig szerintem most szalát kell, pontosan 91-es és a 91-es szalát be is teszem a kezdőnkbe, 89-es rating, 76-os chemistry, annyira nem is rossz ez a csapat eddig, Banega 88-as, és Huakin megelőzi, hiszen Huaki 81-es születésű, és az azt jelenti, hogy Huakint, ha mondjuk betesszük ide, akkor már is jobb lesz az összhangunk, igaz, hogy semmi kemisztria nincs a csávónak köből, de, de majd alakulgat a csapat, legfeljebb az első percben lecserélem Huakint, most elvileg egy jobb játékos kapunk, remélem a Modricot ki tudjuk választani, Modric 85-ös, és így Modric lesz a választásunk, ami azt jelenti, hogy Modric meg is érkezik a középpályára, és ezt a Huakin pedig beteszem a balhátvéd posztra. Most érkezik kettő védekező szellemű játékos, remélem kettő ikon lesz. Hát az elsőből nem lesz Icon, viszont ha minden igaz, akkor van itt egy 89-es novemberi és egy 89-es januári, úgyhogy a januári ocsipkát kell kiválasztani, és őt be is tudom tenni akár ide, igaz, hogy nem igazán lesz összhangunk, esetleg itt egy cserét gyorsan meglépünk, és akkor már jobb lesz az összhang. Nézzünk akkor még egy vélekező játékost, mondjuk egy jó kis jobb hátvédnek tűn, ö, tudnék örülni, de hát ezek közül vagy kiállni, vagy pedig Pepe lesz a választásunk, és hát Pepe hiába volt reálos, sajnos nincs itt összhangban senkivel, annyi, hogy maximum az eusebio lenne, de hát nem érdemes betenni arra a posztra. Nézzük akkor az utolsót, a kapust, aki nem lesz más, mint szerintem Sirigu, a farkas ember, 86, 86, 84, a Handanovic a legidősebb ezek közül, nem is a Sirigu. És akkor azt jelenti, srácok, hogy a Handanovic be is jön kapuba, viszont ha Suarez lenne a kapusunk, akkor is lenne jobb az összhangunk. Úgyhogy a Handanovic lesz a kapusunk, és akkor itt gyorsan Pár változtatást meg is lépek. Annyi, hogy nem tudom, hogy hogyan cseréljünk majd az első percben, hiszen egy Ronaldon is van a kispadon, viszont a kezdőben van egy Eusebio is, egy Oven is, úgyhogy itt elég érdekes kis változások fognak majd történni szerintem. Szerintem a csatársorba fog talán érkezni majd Ronaldó lapja, ezeket itt gyorsan elrendezgettem. Öh, srácok, hát öh, szerintem LB posztra mindenképpen be fogjuk cserélni ezt a 90-es csávót, és egy jó kis RB is kellene, mivel a huákin nem játszhat RB-t, de az a baj, hogy hát ezek közül maximum a Fernández lehetne RB, de lehet, hogy az lesz, hogy a szalát visszahozom RB-be, bármennyire is meglepő, de szalát vissza fogom hozni RB-be, és szaláját fog fölmenni Eusebio a balszérre, és Ronáldót behozom a középpályára, és Ronaldo lesz a középpályán. Úgyhogy Salah megint csak RB-ként fog szerepelni, volt egy draftos videó, ahol LB-t, illetve RB-t játszott Salah, és megint RB lesz. Hát így sajnos játszott, nem tudom, hogy ki a legidősebb edző, viszont nyilván nem itt az utolsó kettő, hanem az első kettő közül valamelyik, és én így ránézésre azt mondom, hogy ez a Marcus Le Andrau, lesz a legidősebb az edzők közül. Úgyhogy srácok, kész is van, ha minden igaz a csapatunk, és ezzel kéne mérkőzéseket megnyerni. Úgyhogy szerintem nem is húzom itt tovább a szót, keressünk ellenfelet, és remélem itt a rossz szerverek miatt is találunk mondjuk egy rendes ellenfelet, akivel le tudjuk játszani a mérkőzéseket. És meg is van srácok, nézzük, hogy neki milyen csapatot sikerült összerakni. Hát ez egy 190-es csapat, és hogy az őszintét megvalva, a Tárkovszki, a belső védő, ha Tárkovszki, ha jól emlékszem, a úgy hívják, az az egyetlen gyenge pont, a többi elég erős, úgyhogy mindenképpen egy nehéz mérkőzés, elé nézhetünk, viszont a változásokat mindenképpen meglépem, amiket mondtam, és a utána jött a mérkőzés. Kész is van a csapat, és ellenfelem el is kezdte a mérkőzést, nagyon-nagyon furcsa a kamera beállásom, el is felejtettem srácok, hogy az egyik barátom segített itt a héten egy kicsit a Division rivals be, és neki nem igazán tetszett az én kamera beállításom, úgyhogy itt berakta a sajátját, és elfelejtettem srácok visszaállítani, úgyhogy itt a mérkőzés után majd lesz egy kis dolgom. Hát remélem az első meccset meg tudjuk nyerni ezzel a kamera beállítással is, mivel igazából ez nekem nagyon nem fekszik, és nagyon nehezen látom át a dolgokat, de remélem ez nem igazán fog itt minket befolyásolni a mérkőzésen. Úgyhogy srácok mindenképpen szurkoljatok, és remélem meg tudjuk nyerni a meccset ellenfelem támad. Nézzük ebből a támadásból mi lesz. Gerard passzolja a labdát. Kanténak és kánti, meg is szerzi a vezetést a mérkőzés 13. percében. És most meg tudjuk lépni a cseréket. Hát csecsök ez most egyébként nagyon bánt, hogy így, így jöttem el a draftos kívás, hogy el is felejtettem, hogy itt a kamerabeállítások nem úgy vannak, ahogy én szoktam velük játszani, és igazából nagyon, nagyon zavaróak így a dolgok, de nem baj, nem akarom erre fogni itt például bekapott gólt, de tényleg annyira nehéz nekem így átlátni az egész játékot, hogy nem ezt szoktam meg, és mindenki úgy tud a legjobban játszani, mert ez a legjobban hozzá van szokva, de semmi baj, játszunk tovább, aztán meglátjuk mi lesz. Ellenfelem végezhet el a szögletet, nézzük a szögletből mi lesz, Handan csak kicsit kihiebb hozom, ha esetleg túl közel ívelné be a csávó kapul az a labdát, Marcelo fogja rúgni a szögletet, jön is be a labda, Berkán fejel, viszont ezt elvileg el lehet onnan rugni. De hát nem sikerült. Cancelo. Na. Srácok, ezt nem hiszem el. Hát a kanciót nem lehet leszerelni. Hát a Tramosszal hiába nyomkodom össze-vissza a b -t. Hát meg oda se lépett neki. 2-0 és mind a kettő ilyen belepöcizett a labdába, és simán bement a kapusom mellett. Na mindegy, vissza kell jönni a meccsbe. Egyébként volt egy olyan draftos kívás, valaki írta a komment szekcióba, hogy az első félidőbe kell engednem az ellenfelemnek három gólt, és úgy kell menjen a mérkőzést a második félidőbe, utána pedig a második mérkőzésen kettő gólt kell neki engedni, a harmadikon egy gólt, és a döntőbe pedig csak simán meg kell nyerni a meccset. Úgyhogy ha akartok ilyet esetleg az élő adásba, akkor nyugodtan le a komment szekcióba, és majd megcsináljuk, vagy hát megpróbáljuk. Ott pedig Eusebio elesik, de ott marad a labda, és szépítünk a mérkőzés 26. percében. Hát érdekes gól volt, de legalább megvan a szépítés. Eusebio találatával 2-1 az eredmény. Menjünk tovább, aztán rögünk még egyet. Szalá, Ronaldo, Owen, Owen lő, lepattan, és ott a gól! A mérkőzés 44. percében talán a legjobbkor sikerül kiegyenlíteni. 2-2 az eredmény, és van vissza még egy félidős rácok, azért nem gondoltam volna, hogy sikerül kiegyenlíteni itt az első félidőben még, viszont úgy néz ki, hogy igen, és lesz még egy félidőnk arra, hogy akár meg is fordítsuk a mérkőzést. Egyébként volt egy kis szerencsém, ellenfele pedig nagyon szeret trükközgetni, és sokszor ez, ez a baj nála volt, hogy egy vitte a kapusra a labdát, és ott is inkább eltrükközgette a dolgokat, mint hogy inkább szépen csak bepasszolta volna a labdát, most pedig akár támadhatunk, és ott volt egy szabálytalanság, ami azért eléggé megakadályozta itt a támadási lehetőségünket, és hát úgy néz ki, hogy itt az első fél nem is lesz több helyzet, sem találat, úgyhogy srácok a szünetben 2-2 az eredmény, Sikerült visszajönni a mérkőzésbe, úgyhogy jött a másik fél idő, amit meg kell nyerni. Hát, srácok, úgy néz ki, hogy itt az IE szerverek megint csak megadták magát, pont egy mérkőzés közbe, és szerintem ez azt jelenti, hogy ö, mi fogjuk megkapni a vereséget, nem ellenfelem, és szerintem nekünk be fogja írni azt, hogy kiléptünk a mérkőzésből. Úgyhogy, srácok, ö, Hát nem tudom mi lesz, majd kiderül a holnapi videóban, illetve az élő adásban, ami 6 órakor lesz, 6 órától csapatjuk, hogy most ezt megkaptuk vereségnek, vagy pedig újra játszhatjuk a legelső mérkőzést, úgyhogy mindenképpen, aki szeretné megtudni, hogy mi is lett legöregebb drafttal, az holnap legyen itt az élő adáson. Én pedig köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett a videó, annak ellenére, hogy itt a kamera kamerabeállítás más volt, illetve elment a kapcsolat a fél időben, akkor az mindenképpen dobjon egy lájkot, like iratkozzon föl, illetve kommenteljen, én pedig várok mindenkit sok szeretettel a holnapi élő adáson. Én Marci voltam, sziasztok!